Az Andretti csapat már 2022-ben jelezte, hogy szívesen beszállna a Forma 1-be, idén januárban pedig bejelentették, hogy a kedilekkel együtt jönnének. Az FIA elnöke pedig szeretné megkönnyíteni az új csapatok belépését, viszont a jelenlegi csapatok nem szívesen hallanának az amerikaiak érkezéséről, de mi az ellenállás oka, és egyáltalán kinek lenne rossz a mezőny bővülése? Sziasztok, én Ádám vagyok, és a mai Forma egyszer egy videóban az Andretti csapat és a 10 jelenlegi istáló ellentétét járjuk körbe. Tartsatok velem! Sajnos a mai témánk több eleme plegykákon és spekulációkon alapszik, aminek az az oka, hogy a csapatok színfalak mögötti beszélgetéseiről és külön megegyezéseikről érthető okokból Gyakran nincs hivatalos közlemény, a csapatok közötti pénzelosztás viszont fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire szívesen látnának új alakulatokat a rajtrácson. De ezt a Concord szerződés szabályozza, amiről bár sok mindent tudni, de a pontos részletei titkosak. A videó során igyekszem a tények felől indulni, és a végéhez közeledve egyre inkább a plegykák fogják uralni a terepet, de fontos, hogy elvetemült összeesküvés elméletekig azért nem fogunk eljutni, hiszen a legtöbb felvetés több forrásból is megerősített infókon alapszik. Utoljára 2016-ban volt az F1 mezőnyében tíznél több konstruktőr. Ekkor érkezett a ház, és még indult a manor. Azonban 2017-től kezdve minden évben ugyanazzal a tíz csapattal találkozhattunk. Persze a tulajdonosok és a névadó szponzorok jöttek, mentek, így a csapatnevek változhattak, de a lényeg nem. Évről évre 20-20 versenyző állt a rajtrácsra. Viszont ez nem volt mindig így. Voltak olyan évek, amikor 12 csapatos mezőny indult versenyről versenyre, ehhez elég csak 2012-ig visszatekerni. Egyébként jelenleg is ez az elméleti maximum, hiszen az FIA szabályzata 12 csapatban maximalizálja a nevezők sorát, így nem lenne ördögtől való, ha új csapatok érkeznének. Tavaly volt is nagy mozgolódás a mezőny környékén, hiszen végéhez értek a 2026-os motorformula és a kapcsolódó szabályok megalkotásának munkálatai, így több új jelölt is előkerült. Ilyen volt az Audi, a Porsche és Andrettiék csapata is. Az Audi azóta hivatalosan be is jelentette, hogy 2026-tól Uber csapattal közösen fognak versenyezni a száguldó cirkuszban, így az ő érkezésük nem jelenti azt, hogy bővülne a mostani tízes mezőny, ahogy a Porsche sem teremtett volna új helyeket a szériában, hiszen a Red Bull-lal arról tárgyaltak, hogy együtt indulnának, viszont ez a tárgyalás sorozat sikertelenül zárult, erről a közleményt is adtak ki. Andrettiékkel viszont más a helyzet. Ők már tavaly is új szerettek volna jönni, de akkor még csak boxutcai utcai plegykaként került elő a szereplésük, és nem volt újú a fogadtatása a plegykáknak a mezőnyben, ám idén hivatalossá tették a dolgot, és január 5-én egy sajtóeseményen jelentették be, hogy szeretnének beszállni a Forma 1 -be a General motors közösen, így Andretti kedilekként bővítenék a mezőnyt. Persze az is hamar kiderült, hogy a GM-nek eszeágában nincs erőforrásokat gyártani a Forma 1-be, simán csak hát egy meglévő motorbeszállító termékét, akivel elvileg erről már meg is egyeztek, de hogy kivel, az még titok. Olyan lenne ez, mint amikor a Red Bull Tag -Hoyer erőforrásokkal ment, persze akkor sem az óragyár pattintott össze egy-két motort hobbiból, hanem simán csak átnevezték a Renault által szállított erőforrásokat. Ez az alkalom egyébként nagyon szépen egybecsengett az FIA bejelentésével, Mohamed Ben Sulayem ugyanis szintén az év első napjaiban jelentette be, hogy egyszerűsíteni szeretnék új csapatok belépését, szóval szépen egymásra talált a kereslet és a kínálat. Tehát egyrésztről van egy csapat megbízható anyagi háttérrel és szponzorokkal, komoly versenyistálói múlta a más szériákból, akik jönni szeretnének a Forma 1 -be. az FIA pedig másrésztről szeretné, ha jönnének új csapatok, és nyitni szeretne az USA piac felé. Egy új versenyképes csapat pedig izgalmasabbá tudná tenni a futamokat, és 22 versenyző általában jobb, mint 20. De hol itt a Bibi? Akár már alá is lehetne írni a szerződést, és jöjjenek, amint tudnak, nem? Nem igazán. Hiszen nem meglepő módon ez a versenyszéria is, ahogy minden ilyen sport jelentős részben, a pénzről szól. Hiszen ez a tíz csapat nem azt csinálja, hogy hétvégente összejön, hobbiból eléget egy csomó pénzt, aztán a végén mindenki örömmel konstatálja, hogy csomó veszteséget termeltek, míg új srác boldogan körözgetett a világ különböző tájain. De itt jön képbe a konkord szerződés. Az első Concord szerződést 1981-ben írták alá, és ez is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Eccleston érában jól menjen a Forma 1-nek. Többek közt ez a megállapodás tartalmazta, hogy a csapatoknak minden futamon meg kell jelenniük, ezért cserébe viszont megjelennek a közvetítésekben. Ez a dokumentum tartalmazza azt is, hogy milyen módon osztják el a csapatok közötti pénzdíjakat, és a mai témánk szempontjából ez a legizgalmasabb elem. 2020. augusztusában a csapatok aláírták a 2021. január 1-től 2025 végéig életben lévő megegyezést, ami sok izgalmas újítást hozott. A Liberty média érkezésével mindenképpen igazságosabbá szerette volna tenni a pénzek elosztását, többek közt jelentősen megvágták a Ferrari-nak minden körülmények közt járó bónuszt, és átalakították a bajnoki élővasoknak járó díjazást is. Korábban az elmúlt négy éves időablak legtöbb győzelmet elérő három csapata részesült ebből, az új rendszerben viszont mindenki kap, akinek legalább egy konstruktőri bajnoki címe van, akiknek pedig egynél több, azok nagyobb összegben részesülnek. Sőt, annak a konstruktőrnek is jár külön díj, akik a mindenkori tíz éves időablakban a csapatok közt top háromban végeztek. Értem, szerűen ezek annyira nem izgalmasak egy új csapat szempontjából, hiszen vajmi kevés esély van rá, hogy egyből bajnokként kezdjenek, így ez nem veszélyezteti a többiek zseppénzét. Az viszont már annál inkább, hogy a korábbi rendszerben a konstruktőri bajnokság első 10 helyezettje részesült csak pénzdíjban, az első az erre szánt keret kb. 20%-át kapta, a tizedik viszont csak 4%-ot, míg az új rendszerben minden induló csapat kap ebből a kalapból, és jóval egyenlőbben elosztva, hiszen az első kb. 14%-ot kap, az utolsó pedig kb. 6-ot. Ebből a szemszögből nézve pedig egyből látszik, hogy ha 11-12 csapatosra bővülne a mezőny, az nagyon jól számszerűsíthető lenne pénzelosztásnál. Persze a csapatok sem hülyék. Nem fognak egy olyan szerződést aláírni, ami mindenkinek jó, kivéve nekik. Ezért hát került egy kiegészítés az új csapatokkal kapcsolatban a megállapodásba, miszerint az új belépőknek 200 millió dollár belépési bánatpénzt kell fizetniük, amiket egyenlően elosztanak a meglévő csapatok közt. Ez Andrettiék érkezésével mindenkinek egyszeri 20 millió dollárt hozna a kasszára, viszont ezt az összeget helyezéstől függően kb. 2-3 év alatt tel is emészteni az a veszteség, ami a 11 csapat közti elosztásból fakad, így hosszú távon nem jó díl senkinek sem. Emiatt már felismerült, hogy a 2026-tól esedékes konkord szerződésben akár 4-500 millióra is emelhetnék a belépési díjat, hiszen reálisan nézve, Andrettiék ekkor szállnának be a száguldó cirkuszba, viszont abba elég durva belegondolni, hogy a belépési díj az éves költségsakkal három-négyszerese is lehetne ilyen esetben. Persze, lehet, hogy még így is megérni. No de mi van akkor, ha az FIA támogatja a csapat érkezését, és megfelelnek minden feltételnek, viszont a konkord szerződésnek nem lesznek részesei. Akár ez is előfordulhat, hiszen a csapat versenyzéséről az FIA dönt. A Liberty csak a különböző közvetítési és rendezési jogokat birtokolja. Ebben az esetben viszont csak annyit szerepelnének közvetítésekben az amerikaiak, amennyit más csapatok miatt látszanak, Önállóan nem, és a Liberti bevételeiből sem részesülnének. Szóval ez tipikusan az a helyzet lenne, amit korábban már felvázoltam, azaz hétvégéről hétvégére összedobnák a szponzorok a pénzt, hogy az Andretti két pilótája jól érezze magát. Persze a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Tíz Csapat, az FIA, a Liberty és Andrettiék leülnek egy zárt szobában egy asztalhoz, megbeszélik, mi az, amivel mindenki jól jár, és jó eséllyel találnak közös nevezőt, aztán pedig természetesen majd csak plegykákból, de meg megismerjük az egyesség részleteit. Szerintetek jót tenne a Forma egy-két új csapat? Szívesen látnátok 24 pilótát a rajtrácson? Írjátok meg kommentben, és köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem a jövő héten is. Addig is, szevasztok!